Augusztus első hétvégéjén az idő sem szegte senki kedvét Kisfejkén. A településen ugyanis ismét megrendezték a Kajszis Fesztivált. Ha pedig barack, akkor pálinka is biztosan készült, amit aztán szakértő zsűri bírált. Tíz minta érkezett be, egész minőségiek. Kizárásra nem kerül sor, a legtöbb ilyen ezüstérem, valamint aranyérem, ami helyezéseket kapott. Az érdeklődők megismerkedhettek ennek az italnak a különböző készítési módjaival is. Hát egy jó kajszi pálinkának egyrészt az alapja jó gyümölcsből készüljön, finoman legyen, vagy finom gyümölcs legyen összeválogatva, legyen rendben az erjesztés, legyen jól lefőzve, és ennek kívül jó legyen az érlelés, megfelelő idő után egy tökéletes pálinkát kapunk. Amit el lehet rontani, nagyon sokan megcsinálják azt, hogy nem a legszebb gyümölcsöket válogatják bele a cefrében, nem azt, amit feltétlen a gyermekeinknek odaadnánk. Hiba lehet még az, hogyha melegen erjed a cefre, tehát kint hagyják a napon, udvaron, nem egészen úgy készül el, ahogy annak meg kellene történnie, valamint a főzés során tudnak még rengeteg hibát megejteni az emberek, hogyha maguk főzik. A településen már sok éve ez a falunapi rendezvény a legnagyobb, amely a helyi közösség apraját, nagyját megmozgatta. Ez a Kajszi Fesztivál 2007-ben kapta ezt a nevet, előtte is volt már falunapja a településnek, viszont az akkori vezető és a településnek úgy gondolta, hogy Kisfejke ugye barack termővidék, és a barackhoz kapcsolva kapta a nevet a fesztivál, hogy Kajszi Fesztivál lett a neve. Immáron a 17. alkalommal került megrendezésre. Kicsit változtattunk a programokon. Annak idején a fesztiválnak a fő momentuma a lekvárfőző verseny volt, viszont az időjárás ugye megváltozott, nagyon csalóka lett, nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a szervezőknek az, hogy vajon lesz-e termés, elég lesz-e a barack, tudunk-e az embereknek barackot nyújtani a lekvárfőzéshez, és egy kicsit változtattunk rajta, így főzőverseny lett a fő témája, de a mai napon is ugyanúgy zsűrizünk lekvárokat, otthon készített baracklekvárokat, természetesen pálinkát is zsűrizünk, hiszen Kisfejke híres a pálinkájáról is. A helyi asszonyok idén egy különleges piskóta tekercsvonatot is készítettek. Nagy részét a nyugdíjas klubunk sütötte meg, több mint 10 tekercsel neveztek ők. Egy kis vonat, egy mozdony áll a tekercsek elején, ezt köszönjük szépen az aktív nyugdíjasainknak, akik most már egy éve segítik a települést minden rendezvény lebonyolításában. Ezen a napon még a gyerekeket vártuk ugrálóvárral, körhintával, jumpinggal, csillámtetoválással, arcfestéssel, hiszen a felnőtteknek dolguk volt a délelőtt folyamán. Egy csendes délután után belecsaptunk a közepébe. A kulturális programunk 2 órakor kezdődött Kovács Gergővel, aki évek óta visszatér hozzánk, és szeret nálunk fellépni. Nagyon jól nyitja a fesztivál hangulatát, és színes programokkal készültünk. Minden korosztálynak próbáltunk egy kicsit kedveskedni, így a romatánc csoport is szerepelt. Jelen pillanatban a New Generation táncol, tehát a fiatalokat is megtaláltuk, és várjuk Kunu Máriót, bízom benne, hogy megérkezik. Az est folyamán a neonverebek szórakoztatják a közönséget. Az est fénypontja pedig egy meglepetés retrobuli volt, amit mindenki nagyon élvezett. Ezen a napon olyan vállalkozók is elismerést kaptak, akik anyagilag vagy a munkájukkal segítették a rendezvény megvalósulását.